Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, a parlamenti pillanatokat látják. Köszöntöm stúdiónkban Hajdú László országgyűlési képviselőt. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és a szerkesztőt is. Köszönöm szépen. Hát múlt héten beharangoztuk már azt, hogy ugye lezárult a parlamenti ülésszak, és egy kicsit beszélgetünk arról, hogy mit csinál egy országgyűlési képviselő a nyári időszakban, és hát ennek a pár hónapnak az egyik legfontosabb eseménye az lesz, hogy újraindulnak ezek a parlamenti látogatások. Mit lehet erről tudni, hol tudnak érdeklődni a lakosok, hol lehet jelentkezni, egyáltalán milyen formában tud ez megtörténni a nyári időszakban, hogy tudnak bemenni a parlamentbe? Hát gondolom, hogy minden parlamenti képviselőnek más-más a nyári időszaknak az eltöltése. Lényegét tekintve szolgálatban telik ez el. Jobboknak talán megadatik 2-3 hét valamilyen szabadság valahol víz mellett. Nekem nem lesz ilyen szabadság, ennek talán családi oka van. Kicsit betegeskedik a feleségem is, ápolással is telik az időm, tehát ott kell legyek közelébe. Nincsen nagy baj, de ápolásra szorul. Ami pedig a közéletet illeti, az valóban fogadórákat tartok, ugyanúgy dolgozom, mintha a parlament működne a nyári szünetben. A fogadóráknak az a változatlan működik, hogy e-mailen ugye 24 órában elérhető vagyok, működik a telefonom, hiszen teljesen nyilvános, és utcai fogadórákat tartok a kerület 4 vagy 5 részén, ez a Facebookon követhető. Újpalotánpest olyan Rákospatán és Újpesten is. És van egy különleges fogadóra, ezt nyáron szoktuk előkelő használni. Fogadóra másként az a neve, a Facebookon így lehet megtalálni, és mondhatom azt, hogy teljesen mindegy, hogy fiatal vagy idős, tanuló vagy nyugdíjas, egész családokat vagy az ő barátaikat, akik érkeznek a nyárra, akár a külföldről is, azokkal parlamenti látogatást teszünk, de azért fogadóra másként, mert arról beszélgethetnek a képviselővel, az nem minden nap adatik meg egy ilyen, hogy a törvényalkotásban mit csinál egy képviselő, bármilyen kényes kérdést föl lehet tenni. Tehát azt gondolom, hogy így együtt ez is egy fogadóra valamiféle információs változata. Ezzel is tartozom, és a nyitott munkaköröm meg az a szolgáltat, amit én ellátok, abból a választópolgár tudja meg, hogy hogyan telnek ott bent az én ideim, és közben sétáljunk a parlamentben, persze le is ülünk, hiszen ezeket a kérdéseket valamelyik teremben szoktuk megbeszélni. Én azt gondolom, hogy elég népszerű szokott lenni, úgyhogy a nyaram az garantáltan ki lesz ezzel töltve, és minden héten lesz olyan hét, a túl sok csoport jelentkezik, hogy egy héten 3-szor is bemegyünk a parlamentbe. Az előválasztás kapcsán vannak esetleg fejlemények, annak hogyan zajlik az előkészítése, és abban jelenleg milyen szerepet vállalt képviselő úr? Hát az előválasztás az a másik nagyon fontos feladat. Többek közt az utcai fogadóórákat részben az előválasztás miatt is csinálom, hiszen az előválasztáson én érintett vagyok abban a tekintetben, hogy nem fog már indulni 2022-ben a választáson. Ez a 32. évem lesz, hogy valamilyen tisztséget töltök be a helyi közéletben, és van egy felelősségem abban a tekintetben, hogy ki fog utódom lenni, és a utód ajánlásom, amit ismert a Facebookról mindenhonnan, hogy Barkóczi Balázst, a DK szavazóit ajánlom, a képen most lett 15. keleti lakos ezen a héten, tehát állandó lakcíme most már a 15. keletben van, és itt található meg. De Barkóczi Balázssal közösen csináljuk ezeket a fogadóórákat, tehát az előválasztáson azt kell mondjam, a részben az utódom megismertetése, másrészt pedig az a felelősség, hogy itt több ellenzéki párt az ellenzéki előválasztáson támogatással biztosította, tehát nyilván, hogy a kampány feladat, felelőssége az a miénk. Tehát nem passzolható át a támogatókra. Ebből a felelősségből nekem már oroszlán részt kell vállalni, és ezt is csinálom egész nyáron. Hát
akkor jövő héten innen folytatjuk, megnézzük, hogy hogyan alakulnak a látogatások, akkor már konkrét dátumokkal és egyéb eseményekkel is beszámolunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm is a lehetőséget. Nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk a jövő héten is, mi akkor is itt leszünk. Viszontlátásra!